És ezúttal kettesben beszélgetünk Tibivel, de ennek nyilván különleges oka is van, hiszen azt abból igyekeztünk hagyományt csinálni az utóbbi években, hogy, igyeke, hogy megpróbáljuk becserkészni Beregi a döntők környékén után, hogy picit komolyabban szakmai szemmel is elemezze nekünk azt, amit láttunk, vagy mi nem láttunk mondjuk, de ő igen. Úgyhogy most is ez a tervünk, reményeink szerint a héten valamikor bele is le tudunk ülni, és alaposabban kitárnyaljuk majd, hogy mi minden történt az Európa Liga, illetve a Bajnokok Ligája fináléjában, de addig is nem akartunk várni, hogy semmiképpen azzal, hogy beszéljünk azért erről a két döntőről, Úgyhogy ez fog most történni. Nyilván adja magát, hogy kronológiai sorrendben kezdjünk, és az Európa Liga döntőjével kezdjünk. Igazság szerint én egyébként úgy voltam mind a két meccsel, hogy nem igazán tudtam eldönteni, hogy melyiktől várjak jobb mérkőzést. Nyilván a Bayern meccsen esett kevesebb gól, de ettől még nem gondolnám, hogy rosszabb meccs lett volna, mint az a eldöntő. Sőt, igazából nekem mind a két meccs nagyon tetszett. Hát mind a kettő szerintem magas színvonalú volt. Nem tudom, hogy érdemesen megszólalnom azok után, amilyen tippeket adtam itt a két meccsre, ugye kettőből semmi. Úgy éreztem egyébként most így, persze az Európa Liga döntővel indulva, hogy ott is, meg egyébként aztán utána a másik meccsen is alakulhatott volna másképp az eredmény. Nem láttam olyan nagyon nagy dominanciát egyik oldalról sem, a győztes oldaláról legalábbis, hogy mindenképpen ilyen elkerülhetetlen nő abba az irányba tartott volna a két meccs, hogy a Sevilla, illetve aztán később a Bayern nyerjen. Én azt mondom, hogy egy viszonylag, vagy inkább kettő viszonylag rövid periódustól eltekintve az Inter jobb volt azon a mesen. Azt, azt nem tudom, hogy, hogy, hogy Conte hogyan teszi helyre magában, meg itt a jövőben, hogy, hogy pontrugásokból megverték a csapatát úgy, hogy egyébként továbbra is azt tartom, hogy az Inter azért nagyon sokkal magasabb minőséget képvisel, mint a Sevilla, és ez nem is csak helyenként, hanem többnyire látszott ezen a meccsen is. Igen, meg látszott itt az előző mérkőzéseken is tényleg, hogyha összességében megnézzük az összes meccset, amit itt láthattunk a németországi tornán, meg ugye itt az elét is hozzávetjük nyilván azokkal a meccsekkel, amelyeket még az előző körökből nem tudtak lejátszani a csapatok többek között, ugye az Inter és a Sevilla sem. Szóval összességében a legmeggyőzőbb teljesítmény mindenféleképpen az Inter nyújtotta eddig. A döntő egy érdekes kivétel ilyen szempontból... Nyilvánvalóan az eddig csak alapján abban nagy meglepetés nem volt, hogy konten nem változtatott a, a, a csapatán, de összességében azon érdemes talán eltöprengeni, hogy hosszú távon lehet-e majd keresni valója Krisztián Eriksennek az ő terveiben, mert elég jól működött ugyanélkül nélkül a csapat, de mindig piszkálja az emberek az agyát szurkolóként legalábbis mindenképpen, hogyha van egy ilyen játékosod, akkor hogy tudod őt folyamatosan a kispadon tartani? Hát, hogy... És ugye, bocsánat, és, és, miért hoztad ide akkor, hogyha ennyire látványosan nincs rá szükséged? Igen, hát meg ugye az, amiről beszéltünk legutóbb is, hogy érdemese mondjuk emiatt szerkezetet, vagy akár filozófiát váltani. Hogy egy, most egy, egy Erikszenről úgy beszélhetünk azért, mint egy ilyen igazi régi vágású irányítóról, aki azért a letámadásban kevésbé használható, a védőmunkája az, az mondjuk sokakhoz képest a középpályán elhanyagolható. Itt Barella dicsértük a döntő előtt, és szerintem nagyon jó meccs volt a döntő is. Az volt az érdekes, pont azon gondolkoztam a mérkőzés közben, hogy az embernek az volt az érzése, hogy ha ő ott van a labda közelében valahol, akkor biztos az ővé lesz. És ez abból is fakad, meg abból is adódik, hogy ritkán látni olyan játékost, aki mondjuk ilyen testi adottságokkal, mint Barella, ilyen hihetetlenül bátran egy minden párharcba, és, és tényleg szinte félelemérzet nélkül. Annak ellenére, hogy ugye beszéltünk arról, hogy volt egy sérülése korábban, tehát hogy ez tényleg viszonylag kivételes és ritka adottság, hozzatéve azt, hogy amikor a labda nála van, akkor sem tűnik ügyetlennek, és akkor én nem fogalmaztam. Gólt szerinted bármilyen dolog, amivel Lopetegi alaposan meglepte volna Kontét? Nyilván egy De Jong szerepéről érdemes talán egy picit beszélni, bár szerintem kifejezetten kezdő centere nem volt Lopeteginek, úgy nagyjából az egész szezonban sem, szóval azért ez meg egyébként is ha úgy tetszik, ilyen szempontból is abszolút szevi recept volt ez az évad, hogy nagyon, tehát volt több olyan kulcsfontosságú pozíció is, vagy más csapatokban kulcsfontosságú pozíció, ahol ugye nem tudtál feltétlenül olyan embert mondani, aki egyértelműen az első számú választás volt. Nyilván Bono azért más a kapuval, mert ugye ott azért Maclik sérülése is kellett az, hogy ő itt lehetőséget kapjon, de ezt megragadta és élni is tudott vele, és a De Jong meg tényleg abszolút ilyen nyerő embernek és remek döntésnek bizonyult a betegi részéről ez egyetlen, ami igazán meglepő volt szerintem Konta számára, az az, hogy ezt a védelmet, amit ugye dicsértünk itt az internél, hogy mennyire jól összeállt, és nem gondolom, hogy mondjuk Godint gyakran ilyen helyzetekben lefejelték uh -huh. volna már. Ezért... Pályafutása során, igen. Igen, igen, tehát hogy ez, ez játszott egy pár nagy meccset életében, és előfordult, hogy megverték fejjel, elég csak mondjuk 2014-re gondolni, meg, meg, meg volt ilyen, de az, hogy az hogy mondjuk így konstant módon az általa is fémjelzett vagy képviselt védelmet azt így megverik a levegőben, azt szerintem nem volt benne a pakliban, még akkor sem, hogyha azt tudjuk Lukdajonról, hogy nagyon jól fejel. Úgyhogy, hát ha valamivel meglepte kontét ez a meccs, mert nem a Sevilla szerintem, akkor az ez, hogy a védelme az ennyire, ennyire hatástalannak bizonyult a levegőben, bár hogy ez az első az azért nem az a klasszikus olyan fejes gól volt, aminél fölmentek a levegőbe, és akkor ott kellett megnyerni a párharcot. A zavarosban próbált és szeretett volna halászni a Sevilla, nekem legalábbis ez volt az érzésem, és hát kihalászott egy, egy európa-liga trófeát a zavarosból. Igen, ez érdekes dolog. Most eleve ugye ez egy mencses lebonyolítás mind a két sorozatban, hogy a különlegességet jelent, Nem tudom, tehát hogy ha belegondolok, hogy tíz, ha tíz meccset játszana egymás után ez a két csapat, hogy abból hányat nyerne meg a Sevilla, én hát max. kettő at mernék mondani. Hát én is azt gondolom, hogy, hogy, az Inter nagyon nagy esélyt szalasztott el, mert egyértelműen esélyese volt ennek a, ennek a kiírásnak, így főleg ahogy alakult, meg ahogyan összeállt a végére. Sajnáltam is őket, meg sajnálhatják ők is ezt az esélyt, mert az internet szerintem, ahogy beszéltünk is, róla meg lesz a szansa mindenképpen a következő szezonban arra, hogy a bajnoki címért harcoljon. Sőt, ugye talán nem is olyan nagy túlzás azt állítani, hogy első számú esélyesként vág neki a következő szezonnak. Ugye egy kicsit ilyen vak volt még ez a pirló Juventus, hogy ott, ott pontosan mire számíthatunk. de Európai trófea megnyerésére, úgy, hogy az Inter deklaráltan és hosszú távon bajnokok ligája szereplő akar lenni, hát nem akarok senkit elkeseríteni, aki az Interért szurkol, de, de nem tudom, mikor lesz legközelebb sansza, mert azt láttuk, hogy az Inter nagyon szépen épül, nagyon szépen fejlődik, de hogy mondjuk bajnokok ligája döntőre, vagy győzelemre esélyes csapat mikor lesz belőle, azt azért szerintem nem szerintem. látjuk még, nem? Hát nem annyira így van. Hát főleg, és akkor ez lett volna a következő kérdésköröm, hogy nem tudom, mennyire érdemes ilyen butaságokkal foglalkozni, hogy egy, mi baja Antonio conté -nek az Európai Kupákkal, kettő, hogy mitől ilyen jól szevi az Európa Ligában, nem tudom, hogy bármelyikkel akarsz-e bővebben is foglalkozni. Hát nagyon szívesen foglalkozni, hogyha tudnám a választ bármelyikre. <laughs> hát Conté-val kapcsolatban már beszéltünk arról, hogy, hogy sokan bírálták őt azért, hogy nem feltétlenül mindig eurokompatibilis a, a, focia, hanem sokkal inkább ö, olyan taktikákat, olyan futballfilozófiákat van magáénak, amelyek ö, egy sorozatban, mint egy bajnokság ö, jól tudnak működni. Ugye ezt láttuk a Chelsea-nél, ezt láttuk a Juventusnál korábban. Az ilyen tornarendszerű ö, megmérettetéseken azért nem szerepelt jól többnyire. Ez... Hát, vagy inkább az, hogy az ilyen kupa rendszerű megméretetéseken, nem? Mert ugye, hogyha a tornát veszünk, azért volt ugye például egy Európa bajnokság, amin egészen jól, te... vagy keverem, bocsánat, hülyeséget beszélek, mert az elvét eltöntő... hát nem, hát ugye ott a spanyoloktól, ö... vagy bocsánat, a németektől esett ki 11-esekkel a az ja, nem, egy kicsit közben itt már a... ott szerintem egyébként ö kimondottan jól teljesített az az olasz válogatott, vagy legalábbis nekem akkor az tetszett az az EB csapat az olaszoktól, de, de ez a helyzet, teljesen jól mondod, ez a helyzet, ez volt a helyzet a Juventusnál az olasz kupákban, Ugye ott pont a Napolitól kapott ki egy veretlen szezon végén, mindjárt az első évében, amikor bajnoki címet ünnepelhetett még 2012-ben, nem tudom. Mert, mert ez... Egyébként, mert az látszott, hogy magára erre, hogy tetszik, tornára most jól fel volt készítve ez a csapat, vagy erre a néhány mérkőzésre. Itt most tényleg egy egy meccsen kaptak ki a Szeviától. Nem, 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 biztos, hogy sor kell keresnünk. Tehát, hogy azért Kontem még, még azt gondolom, hogy mindig a fiatalabb edzőgenerációhoz tartozik, és simán lehet, hogy mondjuk tíz év múlva, ha még mindig beszélgetünk, akkor úgy fogunk beszélni róla, hogy ki emlékszik már arra, hogy itt volt bármifajta euró ö, szkepszis vele kapcsolatban, vagy, vagy, ilyen, vagy egy torna szkepszis. Nem, tehát nem vagyok benne biztos, hogy itt Konter bármilyen szinten felelősként nevezhető meg azért, hogy az Inter ezt a meccset elbukta. Még ráadásul úgy, hogy egyébként a játékosok sem teljesítettek rosszul, és itt hogyha még inkább kinyitjuk ezt a, ezt halmazt, hogy hol nem teljesítettek azok, nem csak a döntőben, hanem tényleg ezen az egész tornán, ahogyan te is mondtad meg, ahogyan már korábban beszéltünk róla. Az, hogy a Sevilla uh, a hatodik Európa Liga vagy, vagy UEFA Kupa döntőjét is megnyerte, uh, ott, ott, talán érdemes annyit uh, megjegyezni, hogy hogy uh, ugye Moncsit elég sokat ütöttem, vágtam uh, a római korszak óta, de az, az kétségtelen, hogy, hogy azért ezek a keretek, ezek a csapatok általában úgy vannak összeválogatva, hogy ha ezek a játékosok nem is képviselik a legmagasabb szintet, mert azért Suso, De Jong, Ocampos támadó hármassal Európa Ligát nyerni, hát bravo, szóval csinálja valaki utánuk, de többnyire győztes típusú focisták szerepelnek a Szevijában, és azért ezekben a helyzetekben, most ezt tudom, hogy ez nagyon közhelynek hangzik, de ezekben a helyzetekben az nagyon kijön, hogy ki az igazán jó versenyző típus, és ki az, aki, aki mondjuk most itt mondhatnám, hogy nagy plénum előtt, hát ugye nulla nézővel zajlottak ezek a mérkőzések, de hogy amikor a nagy színpadra föl kell lépni, akkor nem hamisan énekel, és ez az a szevi játékosokra elmondható. Igen, és itt a játékos kiválasztáson lesz mindenképpen a hangsúly szerintem. Beszélhetünk itt nyilván klubkultúráról, meg hasonló dolgokról is, de hogyha szigorúan a játékos keretet nézzük, most nem akarok nagy butaságot mondani, de szerintem a kezdőből, meg talán a keretből is, Navaszon meg Bánegán kívül nem volt itt olyan játékos, aki korábban már ugye a Szeviával nyert volna Európa-ligát, nem majd nyugodtan nézzetek a körömre, de szerintem ez nagyjából fedi a valóságot. Szóval a maga a játékos kiválasztás olyan szempontból is, hogy te is mondod, tehát nem csak minőségre, meg hogy miképpen illeszkednek egy adott játékrendszerbe, de tényleg ennek is nagyon utána mennek azért, és erről Moncs is beszélt már többször, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek a játékosok. Egyrészt, hogy csapatban mennyire tudnak működni, másrészt meg, hogy nyilván az ilyen helyzetekben mennyire, nem tudom, nyomásállóak, hogyha úgy tetszik, és most nem a labdakérzatalokra gondolok, hanem nyilvánvalóan szigorúan fejben. Hát igen, itt ugye ezt szerintem többször taglaltuk, hogy leginkább nevetetésen, környezeten nagyon sok mindenem múlik az, hogy az ember hogyan teljesít ilyen helyzetekben. Tehát van olyan ember, aki, és itt most nem csak a focira kell gondolni, aki teljesen nyugodtan, mindenfajta zavarodottság nélkül kiáll a közönség elé és énekel, anélkül, hogy mondjuk megívott volna négy sört, és van olyan, aki, aki még négy sör után sem. Szóval ez, 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 egy, ez egy jellem típus, vagy egy, vagy egy, olyan attitűd, ami, ami szerintem otthonról hoznak az emberek. Ez, ez, ugyanez szerintem egy más helyzetben, hogy van, aki ilyenkor szeretném megmutatni, és buzlok benne a vágy, hogy megmutassa, van, akit összenyom a tét, meg összenyom a teher. Nem, tehát félre ne értsen senki, nem azt gondolom, hogy út, vagy Lautaro Martin ezt összenyomta a tét, meg a teher itt ebben a helyzetben. De a például De Jong, pont olyan, olyan játékos, aki, aki, nem hibázott. Tehát, hogy ott voltak két szansz, és mind a kettővel kőkeményen élt. Ugye ez, ez, azért valamilyen szinten szerintem nyugodtan mondható holland sajátosságnak is. Náluk azért nagyon sok az ilyen típusú ö, játékos, és hát a, a Szeviába is így válogatták össze. Egyébként ö, én nem vagyok nagy rajongója, nem voltam soha nagy rajongója Szuszónak, de azt azért el kell mondani róla, hogy a Milános éveiben is, akkor, amikor amikor igazán fontos volt, például most nekem az, az Inter elleni 2 2 mérkőzés ugrik be, akkor nagyon jó teljesítményeket tudott nyújtani, tehát hogy ő is tényleg abszolút az a típus, akiből ez a megnövekedettét egyértelműen a legjobbat hozza ki. Még egy kérdetlen témakörre rég maradni, csak az a döntőről lesz, pedig Gyula Loppetek személye, aki nem tudom mennyire vetkőzte le itt a két évvel ezelőtti világbajnokságot, megelőző balét, meg aztán az utána történt madridi eseményeket, az biztos, hogy sikerült most ugye egy fontos sikert elérni, ami nagyon jól mutat az önéletrajzában, és uh, talán megadja neki lehetőséget arra, hogy akár még a sevilla komolyabb klubnál is dolgozzon, mert tegyék hozzá rögtön, hogy ez a Sevilla jövőre a bajnokok ligájában indulhat, és indulhatott volna nélkül is, hogy megnyerje ezt az Európa ligát. Igen, ezen gondolkoztam én is, hogy hova vezethet Lopetegi útja, nyilván a Real Madridhoz vissza biztosan nem hasonlókokból a Barcelonához nem feltétlenül az Atletico Madrid tudtommal nem keresedzőt, Uh, idővel nem tudom, de itt nyilván hosszú távon kell gondolkozni, mert most ő miért akarná akarna elmenni Szevijából, most van egy csapat, amiben persze megint a fenet tudja, hogy mi lesz majd a következő szezonra, bár most olyan nagyon hosszú idő, ugye nincsen a csapatoknak a mozgolódásra, meg feltétlenül komoly pénzügyi keretük sem, de hosszú távon, mert nyilván Spanyolországban már olyan nagyon sok minden nem marad neki, ha csak nem megint itt majd valami Valencia vagy ilyesmi esetleg. Igen, a válogatott elmerül, és azt hiszem talán bezárul. Így van, az valószínűleg azért ott ez nem fog már többet szóba kerülni, hát nem tudom, Portugáliában ugye ő korábban már dolgoz ott ott azért nagyon szívesen válogatnak egymás korábbi edzői közül a nagy csapatok, de az megint nem tudom, mennyire motiválna őt majd a későbbiekben. Hát Anglia merülhet majd fel esetleg egyszer csak vele valamikor. Aztán a kérdés az, hogy ívele tovább felfelé a pályafutás, hogy mondjuk igazán komoly csapat legyen ebből, vagy majd nem tudom, egy Watfordnál látjuk valamikor. Gondolkozom azon, hogy ugye Guardiola kivételével volt-e egyáltalán spanyol nemzetiségű edző. Aha. Ja igen, Pepe Mel, de <laughs> Jó, ne, tényleg, de vagyok. Igen, Pepe eljutott eszembe a Veszbamból még, ugye vele is dolgozott annak idején, de nem, tehát nem jellemző szerintem azért, hogy a nagy tömegekben lették volna el a Premier league a spanyol edzők, aztán, aztán majd lehet, hogy Lopetegi lesz a következő. Na viszont akkor beszéljünk német edzőkről, meg egy német csapatról, amely megnyerte a Bajnokok ligáját, a Paris Saint-Germain ellen, végül is egy 1 0 győzelemmel, és hát a sors a csodás iróniája, ugye Kingsley Coman fejes góllal ráadásul. Egy olyan meccsen, amelyen azért megvoltak a Paris saint bőséggel a helyzetei a győzelemhez, nem véletlen, hogy azért a legtöbben olyan beszélnek ezután a mérkőzés után, akivel kapcsolatban szerintem bennem mindenképpen sokszor felmerültek már kétségek, pláne mondjuk a világbajnokság után, például tavaly, két évvel ezelőtti világbajnokság után, meg már egyébként is itt az utóbbi években, hogy egyáltalán nem, hogy a világ legjobb kapusa, hogy Németország legjobb kapusa-e, ugye erről azért vitáztak sokan, sok helyen már, már csak ugye Mark André Terszégen kapcsán is. Hát most, amit itt letett tegnap megint a Bél döntőben az asztalra, az tényleg magas iskola. Magas iskola és hibátlan volt. Nem vagyok nagy, nagy rajongóan ha már Nem tudják oda. szerint, hogy régóta hallgatnak minket. De hát azt el kell ismerni, hogy az ő jelenléte, az, amit ő hozzátesz a csapathoz, én, én azt, amikor ő, ő, sokszor, szerintem, teljesen feleslegesen kirohangál a kapuból, azt nem tartom olyan képességnek, ami, ami akár a világon bárki fölé emeli őt, az sokkal inkább azt a nyugalmat, meg azt a magabiztosságot, ami, amit áraszt a, a védőtársak felé. Züle borzasztó rosszul nézett ki szerintem a, a Lion elleni elődöntőben, meg amikor beállt néhány percre korábban. Figyelj, nem érezted egy pillanatig sem azt szerintem, hogy, hogy ő ott, ott rossz helyen lenne. Úgyhogy iszonyatos meccs hiányja, meg, meg hát én nem tudom, az ülén szerinted vannak plusz kilók? Mert... Nem gondolnám. De ő is volt az bizony. nagyon szikár csávó. Ja, hát úgy néz ki, mint egy ogre csávó, de de teljesen jól működött ő is. Ami szerintem jó részt Nayernek köszönhető. Tehát, hogy ő egy hihetetlenül összetett, hihetetlenül komplex kapus, ezt most is bizonyította kézzel, lábbal. de Abban is szerintem nagyon-nagyon fontos az, amit képvisel, hogy hogy hihetetlen, hogy hogy ki tud várni az utolsó pillanatig azzal, hogy, hogy megvárja a lövést, hogy hogyan induljon el érte. Szóval ebben, ebben nagyon jó volt, de arra csatlakoznék inkább rá, amit mondtál az előbb, hogy azért ez egy milyen érdekes dolog, nem? Hogy a Paris Saint-Germain elköltötte a világpénzét Neymarra, Mbappére, és egy saját nevelésű játékos az, aki akit elengednek, és aki megnyeri ellenük a, a bajnokok ligája döntőt, szóval ez nagyon komoly iróniája a sorsnak. De a tényleg az volt, hogy ugye a legjobb négy között azt hiszem, hogy minden csapatban volt Paris Saint-Germain nevelésű játékos. Ez nagyon nehéz nyilván akkor, amikor ez a példa is nagyon jól mutatja azt, hogy nem lehet pusztán pénzzel tényleg ugye sikereket vásárolni. Nagyon sokat számít nyilván minden csapat életében, ott a Manchester City, amelyiknek ugye szintén nem sikerült még mindig felérnie a csúcsra a bajnokok ligájában. Nyilván az egy picit más a filozófia, de ugyanez olyan szempontból, mint a Paris hogy tényleg számolatlanul löntik ki a pénzt Játékosokra, de közben tényleg van a Párizs-Szenzsernek egy olyan utánpótlás nevelő ö, akadémiája, meg egyáltalán az a rendszer kiválóan működik, és évről évre mennek el. Most ugye Kouassi, vagy most éppen nem is tudom, melyik az a vezeték, amit használni kell. Ugye ott van már a Bayern keretében, Enkunk ugye kezdett a lépcsében, az elődöntőben, itt van Kingsley Komán megint csak, ugye, aki eldöntötte ezt a párharcot. Igen, Dembeli a Lyonban. Abszolút, és lehetne is sorolni bőséggel a neveket itt olyan játékosokkal, akiknek közük volt a Paris saint germain fiatalon, és aztán ott nem tudtak befutni. Nem becsülik meg biztos kellőképpen ezeket a játékosokat, és ebben pont az a nagyon kemény, hogy pont az ilyen mérkőzéseken jelenthetne nagyon sokat az a fajta összetartás, amit ugye például ugye a Manchester United-en nagyon sokat emlegettünk annak idején, például a Barcelonánál akkor, amikor Gárdiolával ugye a legjobb formájukat mutatták, és az ilyen mérkőzéseken az ilyesmi nagyon sokat tud számítani. Nem gondolnám, hogy most egyébként a csapat szelleme probléma lett volna a Paris saint germain -nél. Ilyen szempontból volt barom érdekes, amit Tuheltől kérdeztek a meccs után Tiago Szilvával kapcsolatban, aki itt könnyek között elköszönt, Uh, és többszörösen is feltették nekem a kérdést, mármint Tuchelnek, hogy szeretné, hogy Tiago Silva maradjon, és azt mondja, hogy ő, amit a maga részéről meg tud tenni, meg fog tenni azért, hogy esetleg még maradásra bírják, meg hogy ezt a vezetőségnél is el tudja érni. Mert például az ő személye is biztos, még hogyha a pályán nem feltétlenül ugyanaz a meghatározó személyiség, mint volt néhány évvel ezelőtt, de a csapat szellem szempontjából nagyon sokat számít, és ugye Tiago is elmondta, hogy ő még mindenképpen a Katari vb játszani szeretne. Nagyon érdekes Dolog az, amit, amit feszeget szerintem, és uh, itt visszamehetünk hosszú-hosszú évekre azzal kapcsolatban, hogy kik és hogyan nyerték meg a Bajnokok Ligáját, milyen csapatok. Hú, talán, talán túl fennkölt, meg magasztos, hogyha azt mondja az ember itt uh, ennek a, az egész dolognak, meg ennek az ügynek a kapcsán, hogy azért uh, csak olyan csapatok nyertek, szerintem mindig, tehát nem csak az elmúlt években Bajnokok Ligáját, amelyeknek volt lelkük. Itt a Bayernről is ugyanez elmondható. Sokan, így Neuer, aki ugye nem saját nevelés persze, de kik sem saját nevelés. Mégis, mégis valahogy úgy érzed, amikor rájuk nézel, Thomas Müller, aki, aki viszont az, mármint egy saját nevelés, rájuk nézel, és, és, és Bayern játékosnak gondolod őket, nem? Tehát, hogy úgy nem is nagyon tudod elképzelni Abszolút. őket máshol. És ez a, ez a helyzet... Ez volt a helyzet szerintem az előző évi liverpool hogy ott is, ott is Henderson-nal, Alexander arnold azt éreztet, hogy van egy olyan magja a csapatnak, amelyik utálom ezt, tehát előre bocsátom, tehát nem, nem zsoldosokból áll, hanem, hanem. Tényleg érzik, átérzik, és tudják, hogy, hogy mit jelent ebben a klubban játszani. Ugyan jó, az mert, a... Bocsánat, mert pont, pont azt a szót keresem, hogy mi az, ami a legjobb lenne ennek a dolognak a kifejezésére, mert a klub filozófia az talán nem megfelelő ilyen szempontból. Igen. De az, hogy tényleg nem tudom, klubba, hogy e, vagy, vagy nem is tudom, tényleg az a lelkülete, ami jellemzőre, és, az, és azért a legnagyobb kluboknál ez megmondhat, akár ezt most a Barcelona persze nem jó példa a jelenlegi helyzetben, de egyébként világosan de, de meg tudom így van, hogy igen, de, hogy a Bayern Münchennél, a Liverpoolnál, München a, Liverpool a Unitednél azért megvannak ezek a dolgok, amiket egy arántékos magáért is. tud tenni. Tehát, akár hogy... lehet, hogy a Sevillánál is egyébként ezt érdemes megemlíteni itt az Európa-liga sikerek kapcsán. Igen, igen. De és, és a Real Madridnál is ugye az a ja, csapat, és... amelyik amelyik Igen, csak olyan... tudott nyerni. Azt akartam kihozni ebből, hogy a Paris saint viszont ez az, ami szerintem még nincsen meg. Lehet, hogy egy ilyen döntő szereplés mondjuk jó lépés ebbe az irányba. Ez az, ami a Paris saint nincsen meg, meg ez az, ami a Manchester city nél nincsen meg egyelőre. Tehát, hogy ugye, ugye azért is érzem azt a párhuzamot, amit, amit, itt az előbb te is feszegettél, hogy itt ezek a nagyon jó pénzből, nagyon jó játékosokból összerakott uh, csapatok, uh, mi, a, mi, miatt uh, nem tudnak túllépni az árnyékukon, most már évek óta, azért az, hogy a PSG döntőt játszott, az szerintem egy nagyon komoly szintúgrás volt, és meg, tehát azt láttuk szerintem ezen a meccsen is, a döntőben is, de hát az addig vezető úton aztán mindenképpen, hogy a minőség bőven megvan ebben a Paris saint hogyha a PSG nyeri ezt a, ezt a bajnokok Ligája sorozatot, akkor senki nem mondja azt, hogy na hát ilyen outsider győztes nem volt még korábban, dehogyis, hát ez egyértelműen bajnokok egy győztes matéria, ami, ami a Paris saint van. Ö, nem tudom, hogy ezt ilyet, ilyet lehet-e, mármint, hogy ilyet lehet-e vásárolni, vagy valahonnan leasingelni, hogy, 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 legyen egy olyan magja a, 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 csapatnak, ami, amire, hogyha ránézel, akkor azt mondod, hogy igen, ez a Paris Saint-Germain. Ici Paris! Igen, <laughs> szóval ez egy Sparta. Szóval, hogy, hogy, hogy ha nem már ránézel, akkor még mindig nem azt mondod, hogy, hogy neked a gondolataiban ő a PSG-vel. Mondjuk egyébként ez a néhány meccs szerintem sokat tett ebbe az irányba, és nyilván pontosan azért, még, tudnak, hogy még, a össze össze meccs, 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 vagy még száz ilyen meccs, és akkor tényleg az. De, tök de, jó, nem az az most, de ha most megnézed, nem már teljesítmények ezeken a meccseken, azért bőven voltak emlékezetes pillanatai, még hogyha gólt nem is sikerült szerezni, és az biztos, hogy óriási szerepe volt abban, hogy ez a Paris saint germain most idáig jutott, hát. uh, és ilyen szempontból tényleg lehet, hogy akkor most alakul ki talán az a bizonyos, csak ez ezt is mondta, hogy megint mennek el játékosok a csapatból, és okay Kávani nem volt meg a tárazó szereplője ennek a csapatnak ebben a szezonban, de mégis egy olyan játékosról beszélünk, aki viszont ilyen szempontból nagyon fontos lehetett volna. Tehát ő például olyas valaki, akit szerintem egyértelműen a Paris saint azonosítottunk most már, most mégis ugye kikerül ebből a csapatból, őt nem feltétlenül a pozíciója miatt kell helyettesíteni, mert mondjuk támadó posztokon bőven megvan ez a csapat, hátrébb lesz majd ilyen szempontból szükség erősítésekre. Például az ugye nyilván nem nagyon fér bele, pont Tomám emlegette is, hogy van egy olyan posztja, mondjuk a Paris saint ami egyértelműen hiány poszt. Most a jobb hátvédre gondolok. Kérer valószínűleg nagyon jó játékos lesz, de szerintem nem ezen a poszton majd hozzuk távon. Hát én egyetlen egy dolgot nem értettem a tegnapi meccsen, és ezt hát ha te meg tudod magyarázni, hogy, hogy Icardi miért maradt a padon. Szóval, a eh, a meccs legvégén fok... ez nagyon érdekes, tehát ott volt a legkevésbé. É. Tehát, hogy, hogy, miért? Miért csupomoting, és miért nem Ez az Atalanta meccs miatt is, meg nyilván csupomoting nem véletlenül került ide a csapathoz. Hát, az Atalanta meccs, tehát, temets... ilyen. Szóval ő, hogyha egyébként nem rugolt, akkor, akkor is csak 18 szal ér labdához. Tehát, hogy, hogy ö... <kül> szóval nem, nem értem. Tehát, hogy, hogyha nem volt semmilyen személyes indítatása ennek a dolognak, akkor szakmailag azt egyáltalán nem tudom felfogni, hogy, hogy, hogy egy ilyen helyzetben, amikor tényleg ö... Most nem tudom, hogy az behúzta volna-e Ikárdi, ami a a lába között ment el gyakorlatilag, de tehát ő azért ebben jó, nem? Hogy ott uh -huh. tegerészik valahol a kapu előtt, aztán csak beleakad úgy a labdába, hogy. Őre hát már az csak az az azért állapot. is érdekes egyébként, amit mondasz, mert azért az utolsó 10-15 perc már nem nagyon hasonlított itt ilyen nagyon komolyan felépített taktikára egyik csapat részéről sem. Tehát ott már azért vagdalták előre a labdát, megmentek, mint az őrültek mind a két oldalon, tehát ott már azért nem láttál ilyen komoly taktikázás, meg szépen kialakított játékot egyik oldalon sem. Szóval ezt nem értem, de nagyon leragadtunk a Paris és igazságtalanok lennénk, hogyha, hogyha csak róluk beszélnénk. Azért az ez a Bayern ez hibátlan, százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg a bajnokok ligáját, és hát <kül> nem hiszem, hogy elfelejtette volna bárki is, de hát az addig vezető úton 7-2-re verte meg a Tottenhamet, meg 8-2-re a Barcelonát, szóval hát nem csak amiatt történelmi ez a győzelem, mert, mert ilyen tornarendszerben sikerült végül megszerezni, meg 85 nappal az eredeti bajnokok ligája döntő után, meg nem az Atatürk stadionban, meg hogy lehetne sorolni azokat, amik nem úgy történtek, ahogyan egyébként várhatta az ember, de hát ez egy egészen, egész lenyűgöző korszakos teljesítmény volt, és akkor itt, itt merül föl megint egy olyan kérdés, hogy mennyire teremt precedens az, ami, ami a Bayernnél történt, tehát hogy, hogy Hánzi Flick a a segítő, aki, aki addig a csapatnál dolgozott, át tudta venni úgy Niko Kovács után a, a csapatot, hogy azt tovább tudta fejleszteni, hogy helyre tudta tenni, és hogy minden szempontból a legjobb döntéseket hozta. Ugye az is most már kiderült, hogy a legjobb döntés volt a Bayernnél, hogy, hogy nem kívülről hoztak valakit, hanem hanem ott építettek föl valakit, aki akiről ők tudták, hogy megvan benne az a képesség, hogy nem csak segítőként tudják használni. Meg az, ami nagyon érdekes ezzel a bayern kapcsolatban, hogy azért itt ez még tényleg lehet, hogy csak itt az út kezdete egy komoly csapat számára, mert bőven van még ebben a csapatban, nagyjából itt teljes mértékben ebben a formában néhány év, nem hogy néhány év, tehát Lewandowski oké, azért 30 környékén van már meg a felett, tehát, hogy neki, de még neki is miért ne lehetne még nem csak három-négy év akár a pályafutásában, ami nagyon jó lett, pláne ugye, hogyan látjuk, hogy alakulnak hát a játékosok, meg tényleg itt egy csomó, erről is sokat szoktunk beszélni, biológiai, fiziológiai dolog, amire nagyon odafigyelnek figyelnek már, és ami miatt tényleg jó néhány játékosnak sikerült már alaposan meghosszabbítani a pályafutását, de Komáról vagy Gnabriról se gondoltuk még ugye feltétlenül itt a szezont megelőzően, hogy igazi klasszis játékosokról lenne szó. Most itt vannak egy BL győztes csapatban, Gnabri az egész szezonban kiválóan teljesített. Komán azért szerintem még azon a szinten feltétlenül nincsen, mint Gnabry, a képessége ugye bőven megvan a vele kapcsolatban. Megvan, Mi meg hát hogy kevesen gondolták Perisicről, hogy mondjuk ő igazán hasznára lehet ennek a Bayernnek. És volt, ha volt itt az csak nem szerintem még mindig nem tudjuk igazán, mert ugye azért a szezon nagy részét sérülten töltötte, csak. hogy ő, ő, hogyha mondjuk teljesen egészséges játékban van, esetleg megkapja a bizalmat, akkor mire lehet képes? Tehát iszonyatos tartalékok vannak még ebben a csapatban. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán ez, amit most láttunk a bayern ez, ez még nem is, nem is a teteje annak, ami, ami következhet. Igen, itt az lesz érdekes, hogy mi lesz, hogyha Tiago ugye valóban elmegy a csapattól. Az egy dolog, hogy tehát, hogyha rögtön hirtelen a helyre kell valaki ott van, ki, szerintem, aki abszolút tudja teljesíteni a pozícióval járó, vagy tudja, meg tudja válaszolni ezeket a kérdéseket, vagy be tudja tölteni azt a feladatot, amit kell ebben a pozícióban hosszú távon lehet, hogy jobb hátvét kérdése lesz majd érdekes ilyen szempontból, mert Pávar engem még mindig nem győzött meg feltétlenül, meg lehet, hogy majd ott a védelmen kell majd hegeszteni, de hát hogyha így működik egy csapat akkor, amikor kérdések merülnek fel bizonyos posztokon, akkor azért az tényleg elég fényes jövőt ígér szerintem itt a Bayern számára. Igen, egyébként én is az egyetlen dolog, ami miatt aggódnék, az, az Thiago esetleges Liverpoolba távozása, mert ugye most arról lehet hallani, hogy talán, talán az történik. Azért ő, ő volt az úr a káoszban, hogyha, hogyha volt ott káosz, akkor mindig, mindig úgy azt érezted, amikor nála van a labda, hogy, hogy ő az, aki, aki ezt irányítja, ezt az egész dolgot, és pontosan tudja, hogy mi miért történik, és mi hogyan történik. Szerintem nem egészen ugyanez a profil Kimi, tehát hogy be lehet tenni őt a helyére, csak attól kicsit más lesz a, be, abszolút, a persze, csapat. Persze, nem és ugyanez a helyzet, ugye Toliszóval vagy Goreckával, hogyha esetleg rájuk akarod szabni inkább azt a szerepkört, ami eddig Tiágoé volt, akkor ez, ez, nem feltétlenül ugyanez. Gorecka azt biztos, hogy nem tudja megoldani, de aki, pont ez a nagyon érdekes, hogy nyilván más is volt a szerepe itt a középpályán, és ő az, akivel szerintem azért sokan nem számoltak itt a szezon előtt, hogy ilyen fontos szerepe lehet, és aztán ő is, ugye nem csak most egy dolog, hogy itt a, a BL tornán, de ugye tényleg itt a Mondhatnám a teljes tavaszi szezont is, de az újraindítás után időszakot mindenképpen. Tehát itt abszolút első számú választás volt tulajdonképpen a tök középpályán, és kiválóan teljesített. Igen, úgyhogy hát rettegjenek a német ellenfelek első körben, mert hogy nem tudom ezt a bayern ezt. <laughs> Akkor nem is fogom a kérdést. Mindegy és... is. És, és, azért Európában is szerintem jelen pillanatban talán mondhatjuk azt, és nem csak a tegnapi döntő miatt, hogy a, a bayern kell legyőzni annak, aki, aki, a végső sikerre hajt. Ez lesz a helyzet ugye majd itt az Európai Szuperkupa döntőben, is, amelyet ugye majd a Puskás Ferenc stadionban rendeznek meg a Sevilla és a Bayern között, de az is odébb van még. Nem tudunk ugye pontos dátumot mondani egyelőre azzal a kapcsolatban, hogy mi mikor jövünk majd legközelebb, a hét második felére egészen biztos, hogy elkészülünk Beregi Istvánnal. Úgyhogy találkozunk még mindenképpen ezen a héten, most viszont köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!